egy egész harccsoport érkezik Romániába, melyel az oroszokat szeretnék elriasztani. Erről a Katonai Szövetség védelmi miniszterei döntöttek. A NATO arra hivatkozik, ez idáig nem tapasztalta a feszültség csökkentését Ukrajna környékén, így minden eshetőségre fel kell készülniük. Ukrajna és Oroszország, illetve Oroszország és a NATO között már 8 éve zajlik a háború. Ennek jelenlegi formája információs hadviselés, mondta el szerda este a 24 pluszban Tálas Péter. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatója reagált az orosz külügyminisztérium szóvívőjének kijelentésére is, mely szerint 2022. február 15-e úgy vonul majd be a történelembe, mint a nap, amikor a nyugati propaganda csődöt mondott, mivel Oroszország a nyugati közlésekkel ellentétben mégsem támadta meg Ukrajnát, hanem elkezdte a csapat összevonást. Azt gondolom, hogy ez egy rendkívül taktikus és végiggondolt történet volt az amerikaiak részéről. Ők sem gondolták, hogy szerdán lesz háború, sőt, azt gondolom, hogy direkt azt mondták, hogy szerdán lesz a háború, hogy ne szerdán legyen a háború. Most nagyon egyszerű. Nyilvánvaló, hogy az ellenfél nem fog, ha én szerdát mondok, nem fog szerdán, talán még csütörtökön sem, tehát lesz még néhány napunk. És azt gondolom továbbá, hogy bár készülődést látunk, nem vagyok biztos abban, hogy Vlagyimir Putyin eldöntötte már, hogy lesz a háború. Mert az oroszok váltig tagadják, hogy megtámadnák Ukrajnát, a NATO illetékesei erre több konkrét biztosítékot szeretnének, például az Ukrajna közelébe küldött csapatok létszámának látványos csökkentését. Miközben Oroszország nemrégiben a határ közelében állomásozó csapatainak visszavonulását jelentette be, növelte a csapatok számát. Ennek fényében Oroszország a jövőben is fenyegetést jelent majd a térség biztonságára, ezért ezt megelőzve úgy döntöttek, még több katonát telepítenek a szövetség keleti szárnyán lévő országokba, köztük Romániába is.